Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mátyás Király téren, a Mátyás Király tér felújításának kettes ütemében, mert ugye az egyes ütemben a környező utak, illetve parkolók újultak meg, ami már elkészült ez a beruházás nyár végére, de így, ahogy az befejeződött, egyből kezdtük a következőt, magának a térnek a megújítását. Ugye a Mátyás Király tér, Ó Mátyás földnek a főtere, lehet ezt mondani, ugye régen itt egy kaszinó épület volt, most már ugye középiskola, Korvin Mátyás gimnázium épülete van. Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat megcsinálta a bejára útat a Hévtől, ugye az Imre utcát, szépen a hagyományoknak megfelelően olyan fajta díszburkolat, macskaköves burkolatot építettünk, ami megfelel Ó Mátyás föld milliójének, és ezt a parkot is úgy akarjuk felújítani, és úgy is fogjuk felújítani. A hála körzeti képviselő asszonynak, Ács Anikónak, aki kardoskodott emellett, hogy Ó Mátyás föld hangulatához illő burkolatokat, leginkább olyan fajta díszburkolatot, mint ami talán mögöttem is látható, ilyen nagyon szép téglához hasonlító, annak a hatását visszaadó burkolatot fogunk tenni a két fő sétányra, ugye ami itt látható az iskola épület előtt, illetve a parknak a közepén a Mátyás szoborra rávezető, ugye itt az Imre utcától rávezető úton. Emellett a helyiek kérésére, kifejezetten a Rácz Aladár zeneiskola növendékei és tanárai kérésére egy zenepavilon is készül, amit a környéken lakókkal megvitattunk, hogy milyen fajta legyen, és egy mini szavazáson eldöntötték, hogy a sok lehetőség közül melyiket válassza majd ki az önkormányzat, és meg is van, mert hogy Dani odaadja nekem, hogy akkor ezt a melyik fajtát választottuk végül, Dani? Ez mind ugyanaz. Ja, ugyanaz. Tehát ezt a fajta nagyon szép pavilont választotta ki az önkormányzat, illetve hát a lakók itt közösen, úgyhogy ezt fogja a kivitelező Gépliget Kft. Megvalósítani. A munkálatok, mint ahogy látják, már elkezdődtek, nem csak a növényzet újul meg, illetve nem csak a burkolatok újulnak meg, de a szobrot is kicsit felújítja a kivitelező. Hát nem azt mondom, hogy teljes eredeti állapotában, de azért egy tisztább felületet fog kapni a szobor. Illetve a világítás is megújul, ezek a csúnya faoszlopok ki eltűnnek, és helyben illeszkedő térvilágítás lesz majd. Természetesen gondoskodtunk arról, hogy a főiskola felé menő nagy napi forgalom az a lehető legrövidebb utat tudja választani, úgyhogy az Imre utca és a iskola épület kerítésnek a sarkán keresztbe egy átkötő utat is épít az önkormányzat. Itt először próbálunk ki olyan burkolatot a kerületbe, ami máshol már nagyon jól bevált, egy öntött beton burkolatot. Nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni, és a jövőben tudjuk alkalmazni. Ez kifejezetten magas intenzitású használatú olyan helyekre építik, ahol sokan használják egyrészt, másrészt meg a nagy presztízse van a területnek. Remélem nálunk is gyönyörűen lesz kialakítva majd ez, de hát a Gépliget Kft-től ezt szoktuk meg, hogy ilyen szépen dolgozik, úgyhogy jó munkát, meg esőmentes napokat kívánok nekik, hogy a munka jól tudjon haladni. Elvileg január a véghatáridő, de szerintem már idén kész lesznek vele, és a januárra már csak a világításnak az ügyintézése marad. De erről talán Szász József alpolgármester úr többet tud mondani, de nem is csak erről a világításról, hanem inkább arról, hogy a Környezetvédelmi Bizottság, aki ugye úgy működik, hogy alpolgármester úrral kapcsolattartó, hogy ők milyen véleménnyel voltak erről a beruházásról. Alpolgármester. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag a jelenlegi Környezetvédelmi Bizottságnak ez volt az első olyan nagy projektje, ami nem közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatos, de egy közterületi megújítás, és elég intenzíven és jó tanácsokkal látták el a szakmát, illetve az előterjesztőt, hogy mit szeretnének ők környezetvédelmi bizottságként látni ezen a területen, és gyakorlatilag az egyik nagyon jó következménye volt ennek, amit ugye minden egyes beruházásnál valami tapasztalatot leszűr a beruházó is, hogy érdemes lakossági fórumot tartani, már csak azért is, mert ugye maga a kivitelezés az zajjal, forgalom korlátozással jár, és hogyha előtte egy ilyen lakossági fórum keretében kikérjük a véleményét a lakóknak a helyszínen, akkor sokkal inkább magukénak érzik, és látják, hogy milyen nagyságú beruházásról van szó, és így sokkal kisebb a lakossági ellenállás. Egyrészt, másrészt pedig sokkal inkább magukénak érzik ezt a területet és ezt a
beruházást. Ez az egyik tapasztalat. A másik pedig az, hogy egy kicsit az eredeti tervekhez képest a lakosság is, illetve a Környezetvédelmi Bizottság is a helyben megszokott milliót szerette volna viszont látni a tervekben, és ez visszaköszön a majd remélhetőleg a végeredményben. És nagyon fontos, hogy a Környezetvédelmi Bizottság, mint szakbizottság az eredeti tervekben szereplő zöldfelületi felújítással kapcsolatosan semmiféle kifogást nem fogalmazott meg, tehát ez abszolút egybecseng a környezetvédőknek a véleményeivel is, hogy ahhoz képest, hogy milyen állapotok voltak itt, egy kicsit áttekinthetőbb, egy kicsit szellősebb, de ugyanakkor egy fenntartható és jó minőségű élhető zöldfelület jön létre a beruházás végére. Köszönöm szépen. Ács Anikó körzeti képviselőt kérdezem, hogy a lakók hogy örülnek, vagy örülnek-e egyáltalán az első ütemű beruházásnak, van-e bármilyen visszajelzés, illetve hogy a második ütemmel kapcsolatban voltak-e már megkeresések? Mind a kettőre tudok példát mondani. Hát ugye sajnos, amikor volt ez a lakossági fórum, akkor nem tudott itt lenni mindenki, úgyhogy ebből adódóan voltak, akik utána még megkerestek, de tényleg azt mondom, hogy a hivatal dolgozói készségesen rendelkezésükre álltak a lakóknak, hogy átbeszéljék az egyes kapubeállókat, a különböző problémákat. Volt, aki kérte, hogy ugye legyenek ezek a pici kis oszlopok ott a parkolójuknál, azért, hogy ők kényelmesen be tudjanak állni, illetve kiállni, de mindent figyelembe vettek a tervek kivitelezésére, úgyhogy végül én azt remélem, hogy ami ugye itt a parkoló kialakítása során felmerült probléma, az minden megoldódott. Hát ezzel a parkkal kapcsolatban a fákkal, stb., tehát a fák és a zöld felület felújításával felmerülő problémák, hát azokkal csak ugye a Facebookon találkoztam, úgy külön nem kerestek meg, mint képviselő, de ott is inkább az volt, hogy valószínűleg nem tudták, hogy itt mire lehet számítani, és inkább, és megijedtek, hogy esetleg kivágunk fákat, vagy valami ilyenre kerül sor, de szerintem ez megnyugtató, hogyha elmondjuk a terveket. Úgyhogy hát aztán nyilván, amikor a zenepavilon kialakulása vagy kialakítása felmerült egyáltalán kérdésnek, akkor volt, aki ezzel egyetértett, volt, aki kevésbé, de végül is a többség véleménye döntött, és szerintem ez így jó, és akkor biztos mindenki számára elfogadható. Köszönöm. Hát végül is ez a demokrácia alapja, hogy a többség döntse el a szavazással, mert úgy szavaztunk itt. Igen. Annak idején, hogy pontosan mi épüljön. A beruházás maga, a park felújítási beruházás, az építésekkel közel 80 millió forintba kerül majd az önkormányzatnak, de remélem, hogy megéri. Nagyon köszönöm a Környezetvédelmi Iroda munkatársaik műszaki ellenőrének, illetve a Kerület Fejlesztési Iroda műszaki ellenőrének, hogy nyomon követik ezt a beruházást, úgy, ahogy mindig szokták, csak keményen. A kivitelező az nyilvánvalóan nagyon rendesen akar dolgozni, de néha azért majd lesz olyan alkalom, amikor nézeteltérés lesz. Itt a terveknek megfelelő kivitelezést, és ahogy a kivitelezőknek szoktam mondani, határidőre, pótmunka nélkül és első osztályi minőségben várjuk el a munkát, de ahogy így elnézem, az eddigi munkavégzés ennek tökéletesen megfelel, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, hogy ennyire figyel erre az Ómátyásföldi központra, a Mátyás Király térre.